Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános jóslás, és ezúttal az anyagiakról van szó. Hogy van-e bevétel, mennyi a kiadás, lesz-e nyeremény, mire kell odafigyelni, ami a pénzügyi dolgokat illeti, és a munkát, hivatást, mert nem mindig, de azért ez összefügg egymással. Azon kívül kihat a belső értékekre is, hogy te értékes vagy ahhoz, hogy megkapd azt az élettől, amit szeretnél. Tehát megnézzük először, hogy mit mutatnak itt a kártyák. Ez a jóslás természetesen megrendelhető. A díjam 4000 forint, ha védikus asztrológiával együtt kéred, akkor 10000 forint, ahol természetesen kitérek akkor az anyagi dolgokra. Itt kisüt a nap. Láthatóvá tesz valamit. Megvilágítja az anyagi helyzetedet. Oda kell erre figyelni. De a nap megvilágít egy hamis szemét is a háttérben, hiszen ez a személy figyeli a te anyagi helyzetedet, kíváncsi, sőt lehet, hogy irigy, vagy ki akar használni téged anyagilag. Ez a személy lehet egy nő, de lehet egy férfi is. Állarcot visel, tehát kedvesen, barátságosan közeledik hozzád, de nem jó szándékokkal. Az is lehet, hogy valaki felajánlja az anyagi segítséget, de ne bízd meg benne, mert visszaél vele, vagy becsap téged, például a kamattal. Itt a halak szintén az anyagiakra utalnak, de mint mindig, jelentik a belső értékeket is. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és ez a hamis személy inkább téged illet. Figyelj oda, hogy ki milyen szándékkal közeledik hozzád. Itt előtted a ház jelenti az otthonodat, és itt van a pénz. Ez lehet pénzbevétel. Ez lehet valaminek a kiépítése, például, hogy van egy saját céged, otthonról dolgozol, és pénz jön a házhoz. De valaki kíváncsi. Az is lehet, hogy a hamis személy meg akar látogatni téged, mert tudni akarja, hogy mennyi a pénzed. Sőt, még az is lehet, hogy el akarja lopni a pénzedet. A ház jelentheti az otthonodat, az lehet, hogy itt pénzt adsz ki, mert meg akarod szépíteni az otthonodat. A ház jelentheti a környezetet és például a szomszédokat, vagy a ház jelentheti a családi kapcsolatokat is. Esetleg azt is jelenthetik itt a képek, hogy a hamis személy meg akar látogatni téged, barátságosan jön, felajánlja a segítséged. Az is lehet, hogy megajándékoz téged, de rossz szándékokkal közeledik hozzád. Megnézzük, hogy még mit mutatnak a kártyák. Vedd kezedbe a kulcsot. Légy magabiztos. És ha úgy érzed, hogy ez a hamis személy jönni akar hozzád, akkor zárd be a kulccsal előtte az ajtót. Kicsit változtatok a képen, így. Zárd le ezt a kapcsolatot. A kulccsal ki tudsz nyitni valamit. Például, hogy te saját magad
tisztázod az anyagi helyzetet, hiszen a lílium virág utal a tisztaságra, itt tisztázódnak a dolgok, rendeződnek a dolgok, és a gólyák jelentik a változásokat. Itt a kígyó utal a megújulásokra, benne vagy egy úgynevezett transformációban. Megváltozik az anyagi helyzet, vagy megváltozik a te hozzáállásod. Amit a kígyó jelentett, a gyógyító erő, hogy itt rendeződnek a dolgok, különösen ami az otthonodat és ami az anyagiakat illeti. A kígyó, ez a gyógyító erő lehet a te hivatásod is, vagy ezen a területen dolgozol, vagy itt szeretnél másodállásban valamit kiépíteni, és otthonról dolgozni. De légy azért óvatos, valaki figyelget téged. Amit a kígyó még jelenthet, egy nőt, és itt két különböző személyről van szó. Az egyik hölgy szintén a közeledben kedves hozzád, csevek veled, lesznek szép beszélgetések, de rajta kívül van egy hamis személy is. És ez a személy, aki állarcot visel, szintén lehet egy hölgy, de lehet egy férfi is. A nap megvilágítja a dolgokat, átlátsz rajta, kiderül az igazság, tudni fogod, hogy milyen szándékokkal közeledik hozzád. A nap az jelentheti a nyilvánosságot is, például internet kapcsolatokat is. Előfordulhat, hogy valaki ír neked az interneten keresztül, és azt közli, hogy oda költözik a közeledbe, vagy meg akar látogatni téged, de nincs pénze, és tőled kér pénzt, akkor légy óvatos, mert itt egy hamis személyről van szó, aki be akar csapni téged. Különösen, ha te egy hölgy vagy, téged érint ez a hamisság. Persze a jóslás az utalhat a férfiakra is, ott sem árt, a férfiaknál sem, az óvatosság. Itt a ház jelentheti azt, hogy ki lehet építeni valamit, ami pénzt hoz a házhoz, vagy pénzt költesz az otthonodra, vagy lehet egy örökösödés is, és itt az anyagiakról, vagy ingatlanról van szó, de ebben az esetben is megjelenik a hamisság a háttérben, de a helyzet nem marad így, mert átlátsz a dolgokon, kiderül az igazság, tisztázódnak a dolgok, légy magabiztos, megváltozik a helyzet, és itt a környezetedben megvan a gyógyító erő, vagy vannak ezek a megújulások, esetleg van még egy jóindulatú hölgy a közeledben. Lehet, hogy ő hívja fel a figyelmedet arra, te légy óvatos, valaki figyelget téged, kíváncsi, különösen az anyagiak érdeklik, vagy ki akar téged anyagilag használni. És ez volt a jóslás. Ez a jóslás megrendelhető, a díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10 000, ahol megnézzük az anyagiakat. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!